Köszöntöm kedves nézőinket! Önöket érte a stressz? Vagy voltak mondjuk mostanában stresszes mindennapjaik, hétköznapjaik? Nos, ha igen, akkor érdemes lesz velünk tartani, hiszen a mai adás témája a stresszmentes gyermeknevelés, de ahhoz, hogy a gyerekeket jól tudjuk nevelni, magunknak is meg kell küzdeni a stresszel. Ehhez hívtam két beszélgető partnert, köszöntöm itt a stúdióban Losonci Ivánt és Palic Izabellát, pszichológus, személyiségfejlesztő, szülő-tréner házas pár. Köszöntelek benneteket itt nálunk Szolnokon. Hát mindenek előtt egy kicsit definiáljuk már ezt a szülő-trénerséget, mert hogy pszichológussal, személyiségfejlesztővel már nagyjából találkoztak a kedves nézők, viszont a szülő-trénerséggel nem igazán. Mit is jelent ez? Mennyire van rá szükség? Ez itthon egy kevésbé ismert fogalom, sőt, lehet, hogy talán mi vagyunk azok, akik először elkezdtük ezt így konkrétan használni. Külföldön, például Amerikában ez már egy bevált gyakorlat, hogy sok szülő elmegy, és megtanulja gyakorlati úton, hogy mik azok a hatékony nevelési eszközök, amivel együttműködésre lehet rávenni a gyerkőcöket. Mi alapvetően trénerként dolgozunk, felnőttekkel foglalkozunk, kommunikációs, konfliktuskezelés és párkapcsolati tréningeket tartottunk. Majd, amikor nekünk is gyermekeink lettek, akkor fordultunk a szülőség felé, és miután mi is megküzdöttünk a nehézségekkel és a sok-sok stresszel, akkor indultunk el ebbe az irányba, hogy ne csak az egyes kommunikációs és konfliktuskezelési problémákkal foglalkozunk, hanem kifejezetten a szülői problémákkal tréning szintjén is. Iván, mennyire találkoztuk olyan szülőkkel, akik nem tanultak meg, nem voltak mintáik, nem tudnak igazán szülők lenni, mert hogy azért nagyon sok mindent megtanulunk az általános iskolától kezdve, különböző fizikai törvényeket és kémiai képleteket, egyet pont nem, hogy hogyan legyünk jó szülők. Hát ez egy nehéz kérdés, mert én azt gondolom, hogy nem tudjuk a szülői szerepet vinni, olyan talán nincsen, inkább az, hogy ez mennyire stresszmentes vagy stresszes, de azért ehhez mindenképp vissza kell egy picit menni a saját gyerekkorunkba, és ahhoz, hogy mi gyerekként milyen szülői mintákat láttunk, és onnan mit hoztunk el, és hogy mit építettünk ebbe be, szóval azért ez nagyon nagyba befolyásolja, én azt gondolom, hogy a szülői szerepünket, tehát itt, ahogy az Iza is mondta, hogy nekünk is van egy kislányunk, és hogy azért ezt mi is tapasztaltuk, hogy hiába tanultunk az egyetemen, utána terápiás képzéseken, de amikor ott az adott helyzet, akkor lehet, hogy éppen tudom, hogy hopp, most ez van a gyerekemmel, de hogy na akkor én hogy is reagáljak erre, és hogy lenne az, hogy számára is, meg számunkra is a legkedvezőbben jöjjünk ki ebből. Úgyhogy én inkább abban látom a nehézséget, amit itt egy picit az adás előtt is beszélgettünk, hogy azért van itt egy generációkon átívelő egyfajta poroszos nevelés, ami egy ilyen büntetés jutalmazással működtettünk, és hogy mi egy picit ezzel a stresszmentes fegyelmezéssel, meg a szülőtréninggel ebben szeretnénk a szülőknek segítséget adni abba, hogy amikor jön a stressz, és mondjuk elindul egy automatikus reakció, hogy már 26-szor ugyanazt csinálja a gyermek, mi 26-szor ugyanúgy reagálunk rá, és hogy nincs más eszközünk, hogy ebbe segítsük őket, hogy valami másfajta eszközre is rálássanak, mert azért lássuk be, hogy nagyon kevés eszközt kaptunk, tisztelet a kivételnek, aki tényleg el tudott hozni, de hogy azért ezzel megküzdeni nem olyan könnyű, és hogy ehhez idő kell, és hogy ezért is van ez a tréning, ami 10 alkalom, hogy legyen egy 10 hónapunk arra, hogy egy kicsit változzunk, és átírjunk bizonyos dolgokat, meg begyakoroljunk. Említetted, hogyha jön a stressz, mert hogy abban nincs vita, hogy a stressz bizony jön. Minden nap itt van körülöttünk, és nem csak bennünket ér, hanem a gyerekeket is. Sőt, mondhatjuk azt, hogy a gyerek is akár stresszfaktorként működhet a mi életünkben. Abszolút. Hát hogyan lehet ezt jól kezelni? Egyáltalán mitől függ az, hogy kattan az agyunk, és esetleg milyen minták alapján kezdünk el működni? Mit tapasztaltok? Csak egy mondat ehhez, hogy én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb felelősségünk szülőként az,
olyan sok mindent mondhatnék, de hogy én azt gondolom az egyik legfontosabb dolog az, hogy mi képesek legyünk a saját érzelmeinket és emócióinkat szabályozni, mert ha mi ezt nem tudjuk, akkor általában az szokott lenni, hogy egy helyzetben a gyermek emócióját akarjuk valamilyen úton, módon befolyásolni, hogy az visszahasson ránk, mondjuk egy hisztinél, hogy fejezd be, mert én az nekem nagyon nehéz érzéseket hoz, és nem is tudom, hogy hogy kellene ehhez alkalmazkodnom, és utána végül is, amikor a gyermek abba hagyja, azon keresztül szabályozom a saját érzéseimet, és hogy ugye majd az előadáson is egy kicsit kifejtjük azt, hogy ilyenkor az agyidegrendszerben mi zajlik, vagy hogyan működnek ezek a dolgok, hogy mert nagyon egyszerű és érthető ez a dolog, de addig, amíg mi nem vagyunk képesek a saját érzéseinket szabályozni, hogy a gyermek modell, a gyermeknek mi modell vagyunk, vagy utánoz, vagy majd beemel dolgokat, és hogy a helyzet az, hogy nincs mit ilyenkor beemelni, vagy azt tanulja meg, hogy nem tudja, le van szabályozva, vagy van olyan eset, amikor szabálytalanul bent van a szobába, és várja, hogy majd a saját emóciói szabályozódjanak. Szóval innentől nagyon sok irányba indul el az út és a tréningen, ebbe akarunk segíteni, hogy nincs két egyforma eset, szinte hasonlóságok vannak, és én meg itt elveszem a szót, úgyhogy visszaadom neked. De még szerencsé, hogy nem lesz már stressz reakció, mert hogy valójában a stresszmentes fegyelmezés, a stresszmentes gyereknevelés az nem arról szól, hogy mi majd teljesen ki tudjuk zárni az életünkből a stressz, pontosan ezért, mert hogy maga a gyermek is lehet egy stresszfaktor, vagy éppen a gyermeknek a problémái, vagy azok a ugye megnövekedett nehézségek, amik kívülről minket körülvesznek, hanem a stresszmentesség inkább arról szól, amit az Iván is mondott, hogy megtanuljuk kezelni azt, ami ilyenkor jönne, és nem a külső tényezőket akarjuk befolyásolni, elsősorban nem feltétlenül a gyermeket, vagy a körülményeket, hanem megtanulni kezelni azt, ami ér minket, és ezáltal válni stresszmentessé, hogy mi kezdjük el uralni a saját reakcióinkat és érzéseinket. Ti ugye foglalkoztok családanyákkal, családapákkal, sőt gyerekekkel is, meg talán nagyszülőkkel is. Mekkora igény van a tréningekre? Mit tapasztaltok? Ugye kezdetben ez egy nagyon új dolog volt, és nagyon ismeretlen itthon. Most ebben az évben van az a tapasztalatunk, hogy már kicsit túlmennek az érdeklődésen, és nagyon motiváltak kezdenek lenni a szülők. Nem csak azért, mert hogy tényleg nincs eszközük, és ők is tengődnek a túlzott szigorúság és a túlzott engedékenység között, hanem azt látjuk, hogy egyre felelősségteljesebbek is a szülők azzal kapcsolatban, hogy milyen lesz mondjuk a jövő generáció és a jövő nemzedék. Nyilván magukon is szeretnének segíteni ezzel. Iván, egyébként máshogyan foglalkoztok egy fiatal szülőpárral, mint mondjuk a nagyszülőkkel? Mert azért, ahogyan említetted is, a poroszos nevelés az szinte beívódott gyakorlatilag a családi mintákba. Igen, ez abszolút így van. Hát én azt gondolom, hogy igazán különbséget nem teszünk ebbe, hogy most nagyszülő vagy szülő, mert vannak több tréningünkön is, ahol nagyszülők azzal a célzattal jöttek, hogy éppen most van áldott állapotba a lányuk, vagy a gyereket várnak, és hogy ők szeretnének valamit már másképpen csinálni, és hogy a tréningen ilyenkor rálátnak egy picit arra, hogy mi az, amit mondjuk lehet, hogy nem jól csináltak, vagy ha ezt tudták volna, akkor fú, de jó, akkor mi másképp csináltuk volna. De hogy most beállnak egy picit abba a nem is tudom, mi a jó szó, hogy egy kicsit változnak, és ezzel akarják segíteni az unoka, a következő generációnak a nevelését. Úgyhogy igazán a kérdésedre a válasz, hogy nincs, de azért... A generációs különbség szerintem érezhető. Igen. De... Főleg, hogy egy nagymama egészen máshogy bánik a gyerekkel, őt már azért meri. Meg más a szerep. Igen. Más a szerep. Iza, ha már a szerepeknél tartunk, nem csak szakemberként, pszichológusként vagy jelen, hanem édesanyaként és édesapaként is jöttetek. Anyaként hogyan birkoztál meg a hisztivel? Mert hogy gondolom volt, olyan gyerek nincs, aki nem hisztizik. Sőt, azt szoktuk mondani, hogy örüljünk, hogyha 2 éves korában a gyermek kifejezi az ellenállását, és többet használja azt a szót, hogy nem, mint mondjuk azt, hogy anya, mert akkor tudjuk, hogy elkezdik kijelölni a saját határait. Úgyhogy mi is nagyon megörültünk, amikor a gyermekünk nagyon magabiztos
biztos lett, és nagyon akaratos, és elkezdte kifejezni a saját kis véleményeit. Igen, nem csak mi is nehézségekbe ütköztünk. És talán azt elmondhatjuk, hogy mi a kislányunknak köszönhetjük magát, azt a módszert is, amit összeraktunk, maga a tanulásainkat ezzel kapcsolatban, a továbbképződéseinket, mert első körben ő okozott nekünk egy kis fejfájást, hiszen hiába tudtuk elméletbe, úgy, ahogy az Iván is mondta, igazából a gyakorlatban a mindennapi fáradtság, a mindennapi stressz mellett ezt a 2-4 éves kort mi is kicsit nehezen éltük meg, főleg az elején. És hiába voltak meg a kis mondatok, kulcsszavak, hogy akkor mit is kell mondani, amikor hiszti van, mit kell csinálni, hát nem ment. És így kezdtünk el mi is fejlődni, fejleszteni magunkat ezen a téren, majd úgymond kipróbálni a gyakorlatban. És mi mindent találtatok ki? Mondjunk már néhány példát. Én csak egy dolgot akartam még ehhez hozzáfűzni, hogy az nagyon érdekes, hogy én azt gondolom, minden gyerek életében van egy olyan mondat, hogy na ezt biztos, hogy én is így akarom csinálni, hogy a szüleim velem csinálták, és van biztos, amit na ezt soha. És hogy hát nekem is volt ilyen, és aztán mikor stressz helyzet lett, azt vettem észre a végén, hogy úristen, mintha édesapám vagy édesanyám mondta volna el ezeket a mondatokat az én hangomon, szóval, hogy itt ez az, amihez a változás kell, mert amikor beindul ez az automatikus működés, akkor akármennyire szeretnénk tudatosak lenni, itt a tudatosság egy kicsit elhagy minket, és leismételjük mindazt, amit korábban tapasztaltunk. És mit csináltatok? Kiírtatok példamondatokat az ütőre, vagy hogyan működik? Először mindez? Igen, de aztán rájöttünk, hogy nem működik. Hanem ugye önmagunkat kellett megtanulni, megnyugtatni ezekben a helyzetekben, hiszen hogyha ezt az érzelemszabályozást megtanultuk már így, sajnos felnőttként, mert hogy ezt meg lehetett volna gyermekként is tanulni, akkor már hozzáférünk azokhoz a kreatív megoldásokhoz, mondatokhoz. Egy helyzetben mindig az a nehéz, hogy olyankor nem férünk hozzá a kreativitásunkhoz és ezekhez a gyakorlati megoldásokhoz. Egyébként persze nagyon jól működtethetők ezek a gyakorlati megoldások. Például az, hogyha egy gyermek érzelmileg felborult állapotban van, vagy nagyon dühös, vagy nagyon szomorú, nagyon csalódott, és amiatt ugye például elkezd hisztizni, akkor első és legfontosabb, ezt is tudtuk elméletben, hogy üljünk le mellé, nyugtassuk meg, öleljük hát, át. Most itt álljunk meg egy kicsit. Ott állunk a boltba, három igen. Nagy bevásárlókosárral, tele van a fejünk, hogy mit vegyünk, mit főzzünk igen. Vacsorára, és a gyerek a földhöz vágja igen. Magát. Azért mondom ezt, mert rengetegszer előfordult. Igen. És mi is ismerjük. És ez egy nagyon bonyolult tehát helyzet. Ott azért én nem nagyon van időd igen. Átgondolni, és előhozni azokat a tanult formátumokat, így mert van. Hogy éppen azon vagy, hogy a hanyadik szomszédnéni szól igen. Meg, hogy üvölt a gyereked a földön. Igen, én csak igen. Egy mondat és adom a szót. Itt azért nagyon nehéz ezt, hogy mondjuk elolvasunk egy nagyon jó könyvet erről, vagy megnézzünk a YouTube-on egy előadást, mert hogy amikor bekapcsol a stresszreakció, ott mi se a gondolatainkhoz, se az érzéseinkhez, semmihez nem férünk hozzá, nem hát bekerülünk. Hát ott gerincvelőből jön igen. A reakció. Pontosan. Uh-huh. És hogy inkább abba segítünk a tréningbe is, meg magunknak is azon kellett segíteni, hogy amikor belekerülünk ebbe, és felismerjük a testi jelekből, és sok mindenből, hogy éppen most mi kezdünk ebbe belekerülni, hogy ebből hogy tudunk visszajönni, és kisebb károkkal megúszni, ezt egy ilyen bolti helyzetet, és hát én azt gondolom, na és hogy ez hogyan lehet? Azért arra kíváncsi vagyok, hogy te hogyan oldottad meg. Nekem ez egy folyamat volt, ezt szoktuk hangsúlyozni a tréningen is, hogy mindenki tehát legyen nem megy rögtön. Türelmes. Így van. És hogy ez egy folyamat lesz, és nem kell elkeseredni, és nem vagyunk attól egyből rossz szülők, hogyha elsőre nem sikerül valami, mint elolvastunk. Sőt, mert hogy ezek képességek, amiket fejleszteni kell. És ugye sok összetevős, például egy boltban megjelenik, amit mondasz te is, a szégyenérzet. Mit gondol a másik rólam ebben a helyzetben? Vajon mennyire ítélnek meg a szülők? Úgyhogy például az egyik összetevője az, hogy mit kezdek az én szégyenérzetemmel egy ilyen helyzetbe. Mennyire viszi el az én magabiztosságomat, vagy higgadtságomat. Illetve, hogy mennyire hagyom, hogy elinduljon egyáltalán ez a folyamat. Úgyhogy nálam is ez egy folyamat volt. Először az automatizmusok után még ugye a helyzetben, amikor már kezdtem volna feszülten reagálni, akkor jutott eszembe, hogy hú, nem, nyugodjunk meg. Aztán már lehet, hogy a helyzet elején, és aztán ugye eljutottunk odáig, de nyilván ez fáradtsági szintől is függ, hogy már mielőtt elkezdődne, vagy már látom ennek a jeleit magamon,
és nem feltétlenül a gyereken, akkor már vissza tudom venni az irányítást, és meg tudom nyugtatni a gyereket. Hiszen ha én nyugodt maradok ezekben a helyzetekben, akkor a gyermek sokkal hamarabb meg fog nyugodni. Hát de lehet megnyugtatni egy hisztiző gyereket, aki rugdos-rúg kapál, veri magát a földhöz, sír, nem tud magáról. Igen, akkor, hogyha mi is nyugodtak maradunk. A gyermek nagyon szenzitív és érzékeny. Nagyon könnyen leveszi a mi érzéseinket. Az összes nonverbális jelünkből olvas, és pillanatok alatt megérzi a feszültségünket. És nyilván arra még jobban ráreagál, és nem fogja érezni a biztonságot. Ha viszont mi ezekben a helyzetekben biztonságot tudunk neki teremteni, és megismerjük a saját gyerekünket, mert egyáltalán nem biztos, hogy minden gyermeknek ugyanaz a jó. Van, amelyik gyermeknek fontos és segít, hogyha például ilyenkor testi kontaktust veszünk fel. Például a mi gyerekünknél ez abszolút nem segített. Ő nem szerette ezt ilyenkor. Nála például az segített, ha egyszerűen elfogadtuk és megértettük szavakkal. Megértem, hogy most ez történik, és nem ellenkezünk. Nagyon sokszor szülők, én is, mi is elkövettük ezt a hibát, mikor például a boltba földhöz vágja magát valamiért a gyerek, mert nem kap meg, akkor egyből elkezdünk ellenkezni a gyerekkel. Nem, mert megmondtam, hogy miért nem, mert majd akkor megkapod, amikor. Ugye ezekben a helyzetekben azért nem segítenek, mert a gyermek nem fér hozzá a racionalitásához egy ilyen érzelmileg elárasztott állapotban, és hiába magyarázom neki, sőt, minél inkább mondom neki a nemet, ő annál idegesebb lesz. Ezért kell pozitív megerősítéseket adni ilyenkor, és elfogadást mutatni, hogy azzal majd ugye meg tudjon nyugodni. Ez nagyon érdekes, hogy mondtad az érzelmileg elárasztott állapotot. Igen. Hát gyakorlatilag a ma embere, függetlenül attól, hogy szülő, nem szülő, hány éves gyereket nevel, percenként van érzelmileg különféle elárasztott állapotokban, munkahelyen, családban, közlekedésben, akárhol. Hogyan lehet ezt kezelni? Hogyan lehet az érzelmeinken akár úrrá lenni? Szokták mondani, hogy uralkodj magadon. Igen, milyen szép ez a mondat. Válaszolsz? Hát ugye azért az nagyon sokat számít, hogy én gyerekként mit kaptam. Szóval, hogyha amit az Iza most elmondott, ezek nem történtek meg gyakran az életünkben, a mi gyerekkorunkban, akkor egyszerűen nem, nincs mintánk arra, hogy hogyan legyünk képesek önmagunkat megnyugtatni, és hogy az érzelmeiket kontroll alatt tartani, vagyis hogy szabályozni, majd utána ezt a környezetemnek kikommunikálni, és ezzel egyáltalán kooperációba lépni, és hogy egy lehetőséget adni arra, hogy a többiek empátiával tudjanak felén fordulni. És ha mondjuk nem kaptunk ilyen mintát, tehát most van olyan néző, aki most rájön arra, hogy hú, tényleg én nem is tudom, hogy hogyan tudom magam megnyugtatni. Miket tanítotok a tréningen? Mondjad. Ugye első körben meg kell ismerni a saját automatikus működéseinket és reakcióinkat. Ehhez például nagy segítséget nyújt az én saját testérzeteim, testi reakciómmal való kapcsolatba kerülés, hogyha én megismerem minél könnyebben, minél hamarabb, hogy mik az én saját testi stressz reakcióim, és azokat elkezdem felfedezni. Vagy megismerkedünk ilyenkor a stressz reakció után, vagy éppen a stressz reakció közben megszületendő gondolatainkkal. Megismerkedünk ilyenkor az érzéseinkkel, és azzal is, hogy milyen döntést hozunk ezekben a helyzetekben. Ugyanis ez a négy dolog, egy testérzet, gondolatok, érzelmek és valamilyen döntés minden egyes helyzetben megszületik bennünk, maximum nem vagyunk erre tudatosak. Ez gyermekként is így működött, csak a gyermek még kevésbé tudatos. Tehát nyilván mondjuk adott egy közlekedési helyzet, igen, mondjuk akkor gondolom, hogy gyomoriteget érez így a van, sofőr, például utána elkezd kiabálni, igen, és mondjuk nagy gázzal megelőzi, igen, az előtte tötymörgő autót. Igen. Ez mondjuk egy alaphelyzet, ami szerintem minden nap megtörténik bármelyik nézővel. Ugye ebből mi, amire tudatosak vagyunk többnyire, és amire figyelünk, az már mondjuk a kiabálásunk. A reakció. A többit nem, viszont a többi is ott van. Viszont ha ezt elkezdjük feltérképezni és megismerni, hogy ami nehezek számunkra helyzetek, nyilván amivel nincs problémánk, azzal nem nagyon kell foglalkozni. De a számunkra nehéz helyzetekben mi milyenek vagyunk, milyen érzéseket, gondolatokat, reakciókat adunk, és azt szépen feltérképeztük, onnantól kezdve át tudjuk venni lassan az irányítást ezek fölött. Meg tudjuk kérdőjelezni ezeket a gondolatokat, megnézni, hogy ez hogy az érzés. Hogy van-e értelme most kiabálni?
csinálnom? Hogy van-e értelme mondjuk most esetleg belemennem egy olyan előzésbe, ami akár balesetet okozhat? Igen, vagy veszélyhelyzetet. Vagy hogy miért is vagyok ennyire frusztrált éppen most, vagy mire emlékeztet ez a helyzet? Ugye, na most egy picit visszakanyarodunk a vezetésre, a gyereknevelésre. Ugye a gyermek, mint stresszfaktor sokszor, azért valóban is stresszfaktor, mert saját emlékeinket hozza elő, még ha nem is tudatos emlékezeteket, de más nem testi emlékezeteket előhoz, hasonló megéléseket az, amit problémával szembesülünk a gyermekkel, a saját elraktározott kis emlékre nyomatainkból. És hogyha ezekkel szépen megismerkedünk, akkor sokkal jobban fogjuk tudni majd irányítani, és olyan nagyon fontos, hogy itt nem az elfolytás és a kontrollálást, azt nem elfolytás szinten értelmezzük, hanem úgy, hogy mondtad, uralás szintjén. Viszont én uralni csak akkor tudok valamit, ha azt én megismertem. Meg hát ami egy nehéz dolog, hogy ugye ezt uralni, mert ez egy óriási erő, ami ilyenkor felszabadul bennünk, és hogy ezt lehet konstruktívan is, meg destruktívan is használni, és hogy a kettő tudtok között... javasolni a nézőknek olyan technikát, amit akár ők is ki tudnak próbálni, amihez mondjuk most nem kell ezt a 10 hónapos tréninget elvégezni, de most akár holnap mondjuk ki tudják próbálni, vagy hát, gyerekükkel kapcsolatban. Gyerekükkel kapcsolatban? Akár, igen. Én azt szoktam, tehát hogy a tréningen is folyamatosan ezt csináljuk, és segítünk a résztvevőknek abba, hogy mindig megkérdezzük, hogy ebben a helyzetben ő mit gondol, hogyan érez, tehát elkezdjük a szülőket kapcsolatba hozni a saját érzéseikkel, és ez a 10 hónap alatt folyamatosan zajlik, hogy minél jobban megismerjék, tehát megismerjék azt, hogy milyen mentális tartalom van egy helyzethez, milyen emóció van, és hogy amit Iza is mondott, hogy anno ez mikor jött létre, ez a döntés, hogy én ebben a helyzetben így fogok reagálni, tehát hogy a viselkedésem, és van hozzá még egy testérzet, szóval ez az öt, ezt folyamatosan kérdezzük és visszareflektáljuk, ha nem megy, akkor visszatükrözzük, pont úgy, ahogy a gyermeknek is vissza kellene tükrözni már, nem tudom, pár hónaposan minden egyes érzelmi reakcióját, és aztán ahogy elkezdődik az értelem nyitni, akkor a történetet is hozzá, hogy egy teljes élménye legyen, és hogy tulajdonképpen, hát most nem tudom, hogy jó szó ez, amit mondok, de hogy segítünk egy kicsit újra, ami valamikor nem sikerült, és nem azért nem sikerült, mert a szüleink nem akarták, hanem egyáltalán nem volt ilyen még akkor, meg nem is tudtuk, hogy ez hogyan zajlik, hogy most egy picit valamit újra tanuljunk, amit mi újra fogunk tudni tanítani a gyerekeknek, és hogy ha ezeket csak egy A4-es papírra fölírjuk, hogy én most mit gondolok, mit érzek, ezekhez nekem milyen testérzeteim vannak, és hogy oké, például a gyerekkel kapcsolatban, ha én lennék most az ő helyébe, én hogyan döntenék? Én szívesen megcsinálnám, én megenném, én elpakolnám, én bemennék és meg fogat mosni. És hogy akkor egy picit jobban bele tud helyezkedni a saját gyermekének a helyzetébe. Azt tapasztalom egyébként, hogy az emberek az energiáikat sokkal inkább fordítják a politikai, vagy a gazdasági, vagy a társadalmi élet elemzéseire, mint mondjuk a saját érzéseik elemzéseire. Nagyon rövid záró kérdésként, mi az, amit tapasztaltok, mit jeleznek vissza a tréningen résztvevők, hogy miben vagy mennyiben változott meg az életük azáltal, hogy ezeket az energiákat mondjuk saját magukra, a legfontosabb társadalmi alapkőre, a családra használják? Amit egyöntetően visszajeleznek, az a megnövekedett empátia a gyermek felé. Nagyon könnyen össze tudnak kapcsolódni egy tréning után a gyermekükkel, rá tudnak hangolódni a gyermekre, fel tudják ismerni a gyermek érzéseit, és ezt vissza is tudják tükrözni a számukra. És a másik, ami nagyon erős tapasztalás, hogy ha saját magukat le tudják nyugtatni, akkor igenis elő tudják venni ezeket a jó kis trükköket, és akkor mondjunk is például egyet, amit ilyenkor szoktunk akár saját magunknak is javasolni, és a szülőknek is sokszor kihangsúlyozunk, hogy kérdezzenek, utasítás helyett kérdezzenek. Még akkor is, ha ez kicsit hosszadalmasabb és bonyolultabb, mint hogy saját magunktól is kérdezhetünk, miért érzem így magam ebben a helyzetben, miért vagyok ennyire frusztrált, vagy a gyermeket is, mire lenne szükséged ahhoz, hogy elindulj a fürdőkádba, mire lenne szükséged ahhoz, hogy megnyugodj. A gyermekek tudják a válaszokat nagyon sok esetben.
Igen, egy záró gondolat? Talán annyi csak ez, és ami szerintem a tréningnek egy óriási fegyvere, persze ez most pozitív értelemben, hogy minden egyes alkalom végén lehetőséget adunk a szülőknek, hogy egy bizonyos szülő-gyerek problematikát eljátszunk, és föltegyünk a színpadra egy kicsit ilyen dramatikus módszerrel, és hogy megismerhessék stresszen kívüli helyzetben azt a helyzetet, ami stresszt okoz nekik, és ott ebben a mintatérben egy kicsit kipróbálhatunk dolgokat, bevonjuk a többi szülőt is, és ötletelünk, hogy ki mit csinálna ebben a helyzetben, és nagyon sok megoldást kapunk, és akkor ilyenkor így alkalomról, nem tudom, 10-15 féle különböző megoldás van, amit ki lehet próbálni, és tényleg az a tapasztalat, hogy egyszerűen a gyerekek meghálálják ezt a másfajta gondoskodást, ezt a másfajta figyelmet, ezt a másfajta összetartozást, és hogy mindenki azt mondja, hogy a kapcsolat sokkal jobban mélyül, közelebb kerülnek, és kevesebbet félnek a gyermekek attól, hogy hát... És a szülők pedig magabiztosabbaká válnak a saját szerepükben. Legyen ez a végszó, mert hogy lejárt a műsoridőn. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. A kedves nézőktől pedig búcsúzunk azzal, hogy hát kérdezzenek és beszélgessenek, és értsék meg önmagukat, és köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra. A műsorvezető ruháját a Gardrób biztosította, ami a nőket illeti. A műsorvezető frizurája és sminkje a Hullámfodrászik és kozmetikai szaküzletben vásárolt termékekkel készült. www.hullámfodrászik.hu A stúdió díszletét biztosította Demény Gabriella Powerpol textilszobrász, oktató, ökodizájner.